Azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, Dézsi Zoli nagy rajongója mindennek, ami régi. Szarvasi kávét iszik, 43 éves autóval jár, és bakelitlemezeket hallgat, és ezért mi imádjuk, mert hogy ő a mi retrológusunk. Ezen a héten például egy öreg Barkasba szeretett bele, egyáltalán nem lennék meglepve, ha jövő héten egy ilyen járművel parkolna le az ATV előtt. Először is hadd mutassak be egy embergép párost. A kormányt Miklós fogja, aki pedig engedelmeskedik minden mozdulatának, az Jeremiás. Igen, neve is van az öreg Warburgnak. Gondoltam, nekem is kell egy ilyen, ajánlottam hát Jeremiásért némi pénzt. Azt mondanám, hogy itt van 2 millió forint, ide adná? Biztos, hogy nem. Mennyi adná ide? Ígérem, hogy a riport végén megmutatom majd Miklós válaszát, vagyis megtudják, hogy mennyit kellene fizetnem Jeremiásért, de előtte egy kis történelem. Lada, Skoda, Warburg, Trabant, Dacia, Polski Fiat, Zastava, Moszkvics, Zaporozsec. A mai fiatalok vélhetően el sem hiszik, hogy nem is olyan régen még csak ezek közül válogathatott a magyar átlagpolgár. Mindjárt pontosítom is magam, néha még ezek közül sem. Volt olyan, hogy kiválasztott és megrendelt valamit, azután mást kapott. Eszi, nem eszi, nem kap mást. A korabeli propaganda híradó meg is magyarázta, hogy miért van ez így rendben. Csúcsforgalom az utakon, és csúcsforgalom az autószalomban, meg a Merkur telepeken. 2 éve még 500 000-nál többen lesték a kocsi átvételi sorszámokat, ma már, vagy ma még, csak 253 000-en várják az értesítést az átvételről. Pilarcsik László 3 év után megkapta, igaz, Lada helyett egy áramvonalas Dacia-t, ám ki tudja mindig előre, fiú lesz-e vagy lány. Lakitelken vagyunk az országos Warburg találkozón. A főszervező maga is megrögzött rajongója ennek az NDK csodának. Meg is mutatná a sajátját, de hirtelen zuhogni kezd az eső, és be kell húzódnunk egy ponyva alá. Azt mondja, hogy máig közel 1000 Warburg fut a magyar utakon, a típus népszerűbb, mint valaha. Az ok a nosztalgia, sőt, az átörökített nosztalgia, bár nem tudom, hogy ez a fogalom létezik-e. Ugye mivel, hogy régen ezek az autók nagy számban voltak jelen Magyarországon, akár a csepeli munkás, igás lovaként, akár a zöldséges, nagy csomagterű autójaként, ezek az autók fellehetők voltak nagyon sok családnál, és igazából azt mondhatom, hogy a fiatal korosztály, a fiatalabb növendékek is apuka, nagypapa révén átvették, és mai napig ebbe bele szerettek, és ezt használják, szeretik, építik. Az építés eredményét hamarosan hallottuk is, egymást viszont alig. Hát azt közben megszólalt a hajtós csapat rally autója. Nem, ez a Kese Ferencnek az autója, csak nem figyeltem a hangot, mert nagyjából egy szóval ilyen hangja a Warburg versenyautónak. Vannak, akik a mai napig ezekkel mennek a ralikon, de erről bővebben a sportműsorokban. Most ugorjunk vissza az időben egészen 1957-ig. Oda, amikor egy Warburg szinte mindenkinek még csak álom volt. No persze, kivéve azt, aki nyert. Mert hogy a Lottó hazai történetének első tárgy főnyereménye egy Warburg volt. A másik boldog lottónyertes a 13 éves Molnár Tibi, az ország legifjabb Warburg tulajdonosa. 20 évvel később a filmhíradó újra megkereste Molnár Tibort, aki akkorra felnőtt férfi lett. Lottózik azóta is? Nem. Nem. És miért nem lottózik? Mert lottózom. Természetesen megpróbálta megkeresni a férfit, hogy meséljen a nyeremény Warburgról, de nem találtam. Hajdani településének polgármesteri hivatalától kaptam meg végül az információt, hogy sajnos már meghalt. Molnár Tibor annak idején egy ilyen Warburgot nyert. Ennek a típusnak óriási rajongótábora van egész Európában. A rajongók egyike Márton István, aki saját kezével újította fel ezt a most 56 éves darabot. Ez az utolsó széria, ezt 65-től 66-ig gyártották, és szerintem abban a korban a legszebb karosszéria, ami készült.
Ráadásul még kabriót is gyártottak belőle a németek, amelyből csak pár darab jutott Magyarországnak. Az 1959-es Kölyök című filmben egy ilyenben ült Törőcsik Mari és Zente Ferenc. Az autó egyébként vagy Kazal Lászlóé, vagy Bárdi Györgyé volt, ez szinte biztos. Azt szoktam, álmodjunk kövéret, és ők megálmodták, és ez a karosszériának minden porcikája kellett találva. Tehát nem véletlen, hogy Amerikába is exportáltak ebből az autóból, és onnan tudták meg, hogy milyen ez az autó. A bontokba találtak, és nem tudtak róla semmit, és akkor nézték, hogy hát úristen, ez egy Warburg. Ez mit keres, ez Kelet-Németországból itt egy Warburg. Csodálatosan felvették a versenyt a 60-as években az amerikai autóiparnak a termékeivel. Szóval menő volt a Púpos Bece nevű NDK-s csoda. A Warburgok imádatát még csak értem. De miért szereti valaki a büdös, hangos, lassú barkaszt? Mert hogy ilyenekből is akad bőven. Itt van mindjárt a szadai gépészmérnök, Józsi. A férfi világ életében Warburgos volt, gyermekkora óta imádja a típust, de ugye minden ember életében vannak nagy változások, mindenkinél eljön a nagy felismerés. Az utolsó csepp a pohárba, ha fogalmazhatunk így, az a tavalyi barkasz találkozóra meghívtak, mint Warburgos embert, és akkor ott én vezettem egy cimborámnak a barkazát, és az a gondolat fogalmazódott meg ekkor bennem, hogy hát ez nagyon jó ez az autó, hát miért nincs nekem ilyenem? Hát le. Józsi ma már egyike a 135 magyarországi barkasz tulajdonosnak. Amúgy nem a 70 km/h utazósebességbe vagy a 10 literes fogyasztásba szeretett bele, hanem a barkasz arcába. Ez a hűtőrács, ez a lökhárító, ez a lekerekített forma, ez az, amivel ez nem téveszthető össze semmilyen más autóval. Tehát ezer közül ki lehet szúrni. Tehát ilyet nem rajzolnak mostanság. Hogy ezt a varást belülről is megismerjem, Józsi elvisz bennünket egy körre. Én elől, a próbakör hírére hirtelen összecsődülő barkaszrajongók hátul ülnek. A barkasz életében is volt egy olyan periódus, amikor mondhatjuk úgy, hogy 2 forintot nem értek. Mert ezek mind céges autók voltak, ezeket ütötték, vágták, bántották, használták és eldobták. Tehát ők gyakorlatilag a legtöbb elkerült a mélytelepre. Beolvasztották, csináltak belőlük kis kanalat. Pedig ez az autó többet érdemelt volna. A DC-3-os repülőgépről mondták annak idején, hogy ha az nincs, akkor Amerika nem nyerte volna meg a világháborút. Lehet, hogy ez túlzás, de az tény, hogy azt a gépet majdnem mindenre lehetett használni. Na, valami hasonlót lehet elmondani a barkaszról is. A barkasz, mint típus a kelet-németeknek gyakorlatilag az igás lova volt. Mondhatnám úgy is, hogy ezzel építették fel az országot. De nem csak a kelet-németek, hanem gyakorlatilag Magyarországon is. Tehát nagyon sok volt nálunk is belőle. Használta a posta nagyon nagy darab számba, használták a pékségek, a Gelka, a főtaxi. Tehát barkaszból nagyon sok volt itthon. Az igaz, hogy ebbe ugyanaz a motor van, mint a Warburgba? Szinte csavarra ugyanaz, igen. Ma, amikor egy autótípust 3-4 évig árulnak változtatás nélkül, szinte hihetetlen, hogy a barkasz B1000-est 27 évig gyártották ugyanazzal a motorral és majdnem ugyanazzal a kasznival. Ha 1990-ben nem szűnik meg az NDK, talán még ma is ez készülne a Karl Marx Stadti gyárban. Ezt a sárga barkaszt annak idején egy szentes környéki barkácsboltos vette 1985-ben. Amikor kiszolgálta az idejét, eladta 2 akkori fiatalnak, azok meg a próbakörök után letették majd 20 évre egy pajtába. Ott bukkant rá Józsi és ébresztette Csipke Rózsika álmából, hogy csókkal-e, azt nem tudom, de azt igen, hogy ma már ez a kedvence. Őben az elég sok munka benne fekszik. Ezt te csináltad, ezt a sok munkát? A festés kivételével igen, és erre azt mondom, erre büszke vagyok. Tehát tulajdonképpen ő az én kezem munkáját. Na hát így lehet szeretni egy barkaszt. De mielőtt rohannának venni egyet, szólok, hogy jó alaposan ki kell hozzá üríteniük a házi persejt. Németországban úgy 10-10,5 millió forintnyi eurót kérnek egy hasonlóért, Magyarországon meg csak kifogni lehet egy ilyet.
Megnéztem a használtautók.hu-n, összesen hármat kínálnak eladásra, és mindhárom, fogalmazzunk finoman, erősen felújításra szoruló. Egy épészmérnököt már láthattak az előbb, most pedig itt egy másik. Éppen azt teszi, amit egy Wartburgos szokott, szerel. Minden veteránosnak érteni kell az autószereléshez? Hát, ha emlegetted, a két ütemű autóhoz kell érteni. Az idei Cserhát klasszikon sodródtunk stábautónkkal emögé a gyönyörű zöld autó mögé, és amit lehetett, meg is kérdeztem a gazdáját, hogy mit kell tudni róla. Hamar kiderült, hogy IFA. Igen, az, amit önök elsősorban teherautóban ismernek. Ez az autó a Wartburgnak az elődje. A DKV-nak a másolata, a keleti másolata. Háromhengeres kétütemű motorja van, itt a Wartburgnak. 56-ig gyártották ezt az autót, ebből jött a következő széria, már a pupos Wartburg volt. Ma már szinte lehetetlen ilyenhez hozzájutni. Ha mégis, akkor az egy olyan roncs, aminek a felújítása több millió forintba kerül. Vannak viszont olcsóbb Wartburgok is, például az elején már látott Jeremiás, amelyet majdnem mindennél jobban szeret a gazdája, ahogy a veterán szlengben mondják, még a garázsban is újságpapíron áll az autó. Miklós 1986-ban szerezte meg a jogosítványát, és már az első autója is Wartburg volt. Vallja, hogy járt utat járatlanért el ne hagy. A Wartburg azért áll hozzám közel, mert DDR rajongó vagyok, németsámű rajongó vagyok, és kezdtem Simpsons-tárral, majd MZ-kkel, és miután a motorkerékpárok szerelését, motorozását, egyebeket kiértem, akkor úgy döntöttem, hogy mégiscsak kéne egy családias kivitelű veterán jármű. Na ez lett Jeremiás, aki már csak szép időben jön ki a garázsból. Miklós első Wartburgja viszont mindenhová elvitte és minden körülmények között. Ez utóbbit szó szerint tessék érteni. 86 telén volt az a fajta hóvihar, amikor a rádióban hangoztatták, hogy senki ne induljon útnak, rettentő hófúvás van, egyebek, ha nem muszáj, ne induljon el. Nekem muszáj volt elindulnom, hiszen 70 kilométerre várt a barátnőm, és beültem a Wartburgba, illetve pontosabban betettem az akkumulátort, beültem a Wartburgba, akkor még nem volt garázsom, és elindultam. Levettem a kabátomat, egy szál pulóverba, magnóba betettem a kazettát, fűtést és a hangerőt csomára tekerve, és irány, mentem a barátnőmhöz. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az a 86-87-es volt az évszázad tele, amikor gyakorlatilag az egész ország leállt. Kivéve az öreg Wartburgot, ő ugyanis elvitte a szerelmes ifjút a barátnőjéhez. Ígértem az elején, hogy elmondom, mennyiért adná el nekem Tóth úr Jeremiást. Hát akkor jöjjön az alkú. Azt mondanám, hogy itt van 2 millió forint, ide adná? Biztos, hogy nem. Mennyi adná ide? Nem adnám oda. 3 millió? 3 millió is. 4? 4 is. Többet nem adok egy Wartburgért. Nem, nem eladok. Hát kedves nézőink, nem lettem Wartburg tulajdonos, nem tudtunk megalkudni, pedig higgyék el, hogy minden olyan rajtam van, ami kell egy NDK autóhoz. Ugye az NDK rövid nadrág, sajnos az NDK szandálon nincs meg az a páros, viszont van rajtam egy NDK rúglaóra a 70-es évekből, tehát mindenben NDK turistának költöztem, reméltem, hogy NDK autóval távozom. Na ez nem jött össze. A heti naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Amúgy nem csak a Wartburgnak, hanem az összes többi keleti autónak óriási rajongótábora van itthon. Ladások, skodások, trabantosok, dácsiások rendeznek hasonló találkozókat nyaranta. Furcsa, hogy szüleink annak idején alig várták, hogy megszabaduljanak ezektől az autóktól, akár ingyen is. Ma meg a gazdáik milliókat elkérnek egy trabantért, ladáért vagy skodáért. Úgy tűnik, hogy a nosztalgia nem csak ragadós, hanem drága is.